Ó, oh, micsoda pózok! Igen, ezek mi vagyunk. Tony Cunningham és férje a Santa Cruz sétányon kapcsolódtak ki, és úgy döntöttek, kipróbálnak egy óriás hullámvasutat. Amikor felérünk a tetejére, és elindul a kocsi lefelé, majdnem 100 km per óra sebességre gyorsul. Én azon az oldalon ültem, ahol most Tony. Majd egyszer csak oldalra csúsztam, Tony is arra az oldalra vetődött, teljesen velém nyomódott, de a feje egyenes maradt, és hallottam, hogy a nyaka megecse. Nagyon fájdalmas volt. Tony először örült, hogy a roppanás csak fejfájást okozott neki. De 2 hónappal később nagyon erősen kezdett fájni a nyaka, és nehezen tudta forgatni a fejét. Nyilaló érzés volt a bal oldalamon, a tarkomtól a vállam közepéig. Mély, égető fájdalom volt. Nem tudtam még aludni sem. Nagyon sok aszpirint bevettem, és izomlazítót. Érzelmileg is nagyon megviselt. Morcos voltam. Állandóan sírhatnékom volt. Nem éreztem jól magam a bőrömben. Felhívott egy gerinc specialistát, de 2 hónapot kellett várni az időpontra. Addig is próbált mindent megtenni, hogy minél kisebb fájdalommal vészelje át a napokat. Egyik nap a 700-as klubot nézte. Pont rátettem a kezem hátul a nyakamra. Lehajtottam a fejem, és imádkoztam, és egyszer csak ezt hallom. Valakinek megsérült a nyakának a jobb oldala hátul. Isten most meggyógyítja ezt. Az izmok most ellazulnak a Jézus nevében. Azonnal elfogadtam. Elkezdtem felle ugrálni, forgattam a fejem, mozgattam előre-hátra. Semmi fájdalmam nem volt, és azóta sincsen. Tony azóta is fájdalommentes és könnyedén tudja forgatni a fejét. Lemondta az időpontot a specialistánál, inkább a nagy doktornak ad hálát. Jézus azonnal meggyógyít. Mindig is hittem a gyógyulásban, de megtapasztalni személyesen is csodálatos, túlcsorduló élmény. Hálás vagyok neki.